Előző adásainkban láthatták már, hogy 10 éve, amióta állatvédelmi törvény van hazánkban, változatlan folyik a piacokon az országban büntetlenül a szaporított kutyakölykök árusítása. Megtudhattuk azt is, hogy a civil állatvédelem állami támogatást nem kap, hiába van az állatvédelmi törvénybe előírva. Városi ranggal jár a gyepmesteri telepek üzemeltetése, melyekben az állatvédelmi törvénybe lefektetett legminimálisabb feltételek sincsenek biztosítva az ott ártatlanul szenvedő kutyáknak. De a profit érdekeltségű gyepmesteri telepeken hatósági szempontból mindent megfelelőnek találnak, s jószerével az önkormányzatok hatósági osztályai hetedrangú kérdésnek tartják, hogy a gyepmesteri telepekre kerülő kutyák milyen körülmények között vannak tartva. Hiszen ennek további ellenőrzése úgy gondolják hatósági állatorvosi feladat, és ha a szakhatóságok mindent rendbe találnak, e témát kipipálhatják. A civil állatvédőknek, akik pedig csak a jóérzésű állatszerető lakosság támogatásából tudják fenntartani menhelyeiket, még az oltás árát is ki kell fizetniük némely gyepmesteri telepet üzemeltetőnek, ha ki akarnak menteni helyekről kutyákat. 10 éve van az állatvédelmi törvény, tudtál róla? Nem, és nem is lehet észrevenni. De hát most mit vársz? De egyébként ez azért szemétség, mert az állatok nem tudják magukat megvédeni. Mert egy meg egy büntetlenül megúsz mindent, addig az állatokat meg megölik. Hát nem tudok mit mondani ehhez, nem tudom. De a magyar jogrendszer, ami nem az én hivatásom, ugye bíráskodni felette, de annyira impotens, hogy akkor sem mennék hozzá feleségül, ha az egyetlen férfi lenne a világon. Mai műsorunkban talán az egyik legtöbb vitát kiváltó témával foglalkozunk, a kutyák tömeges kereskedelmével. Ezek a kereskedők hivatalosan a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakhatóságának engedélyével működnek. Az általuk felvásárolt kutyakölykök nem rendelkeznek törzskönyvvel, csak kutyaútlevéllel és mikrocsippel vannak ellátva, és Európa számos országába hivatalosan hatósági engedéllyel indulnak ezek a kutyaszállítmányok. 2007 évben csak a Ferihegyi repülőtérről havonta 4-500 kutyakölyök indult az USA-ba. A legális kutyaszállítmányok nagyon hasonlóan működnek, mint egyéb élőállat szállítmányok, tehát hogyha valaki legálisan akar ilyen tevékenységet folytatni, az csak regisztrált körülmények között teheti meg, mind a tevékenységét, mind a gépjárművét regisztrálni kell, illetve az általa szállított kutyáknak a papírja is rendben kellenek, hogy legyenek. Gondolok itt például az útlevélre, az állatútlevélre, ami az Európai Unió területén belüli mozgáshoz elengedhetetlen, illetve az egyedi megjelöléshez. Valamennyi legálisan induló kutyaszállítmány esetében, és itt nagyon hangsúlyozom a legálisan szót, hatósági állatorvos ellenőrzi mind a gépjármű állapotát, mind a tevékenység jogosságát, mind pedig a kiskutyák vagy kiscicák állapotát. Ha bármi kifogás volt, akkor a szállítmányt nem engedi elindulni a hatósági állatorvos. Tehát megvan az a kontroll, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az állatszállításnak ez a vonulata is jól leszabályozott keretek között működhessen.
más országokban is ugyanígy működik? Tehát ez EU-s szabály, amit most ön elmondott? Tehát... Természetesen az élőállatszállításnak nagyon szigorú szabályai vannak. Általában ugye a reflektorfényben a haszonállatok vannak, igen, amikor szarvasmarhákat, juhokat, esetleg lovakat szállítanak, akár tenyésztési, akár vágási célból, hosszú napokon keresztül egyik tagállamból, sok-sok tagállamon keresztül a másik tagállamba. Ennek nagyon részletes szabályai vannak, amelyet egy EU rendelet fogalmaz meg. Mint EU rendelet, ugyanúgy hatályos és érvényes itt Magyarországon, mint bármelyik EU tagállamban, és ezek a jogszabályok, illetve ezeknek bizonyos része természetesen a kutyaszállítások során is alkalmazandó, és alkalmazásra is kerülnek. Jogszabályi elírás az, hogy amikor egy tagállami hatóságnak tudomásra jut bármilyen szabálysértés, akkor azt jelezze az indító ország hatóságának, és az indító ország akkor minden esetben megteszi a szükséges kivizsgálásokat, illetve az esetlegesen szükségessé váló szankciókat. Most azok a kutya tulajdonosok, akik úgy gondolják, hogy ugye Európa Unióba tartozunk, nem kell útlevél, semmi, és lehoznak egy almot otthon, mondjuk, és betesznek a csomagtartójukba, vagy a kocsiukba 10-12 kutyát, mondjuk megkérik a hatósági állatorvostól az útlevelet és a mikrocsippet, akkor az most legális szállítmány, vagy illegális szállítmány? Hát abban az esetben, hogyha a szállítójármű regisztrálva van, van a szállítói tevékenységre engedélye az illetőnek, valamint a kiskutyák megfelelnek azoknak az EU előírásoknak, amelyet ugye a jogszabály támaszt, és hatósági állatorvos látja a szállítmányt indulás előtt, akkor abban az esetben legális. De ha csak ő úgy gondolja, ha valaki úgy gondolja, hogy a sufniba született 8 kiskutyája, és azt a zsigulinak beteszi a csomagtartójába, és elviszi Belgiumba, hát ha a piacon el tudja adni, ez természetesen egy teljes mértékben illegális szállítmány, amely ellen minden erővel küzdeni kell, és ezúttal kérek mindenkit, hogy akinek ilyenről van tudomása, az jelezze az illetékes hatóságnak. Ebben az ügyben szerkesztőségünk megkeresett egy kutyaexporttal foglalkozó személyt, aki minden engedéllyel rendelkezik. Ennek ellenére arcával nem vállalta a nyilvánosságot. Több mint 10 éve foglalkozom élőállat exporttal. Ebből az utolsó 3, illetve 2 évben a törzskönyves kutyáknak a száma nagymértékben lecsökkent. Mondhatnám azt, hogy a eladott kutyáknak a talán 1-2%-a. A kutyák Magyarországról útlevéllel, oltással és mikrocsippel ellátva kerülnek ki az országból, amit már a Magyarország induláskor is a kinti hatósági állatorvosnak le kell jelenteni. Tehát a kutya érkezésekor a hatósági állatorvos már várja és ellenőrzi az összes megérkezett kutyát. Külföldi államokban olyan probléma merülhet fel esetleg, hogy a helyi tenyésztők jelentkeznek avval, hogy nem a saját állományból vásárolnak, de hát ők azt a mennyiséget, amit ott kint eladnak, nem is tudják teljesíteni, és ez miatt jönnek Magyarországra. Tehát a kettő teljesen külön válik. Ez a probléma inkább Magyarországon jellemző, ami időnként előkerül, hogy megeszik, vagy bundának viszik. Még egyetlen egy nyugati államban azt hiszem, hogy ilyenre nem derült félni, hogy megették volna, vagy akár bundát csináltak volna belőle. A szállítás alatt gyakorlatilag elhullás 0% kell, hogy legyen. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy egy nagyon jól megvizsgált kutyát vásárol az olasz egy állatorvossal, illetve saját maga is, aki 10-15 évvel foglalkozik, és nem a saját pénzének az ellensége, illetve ő is a jó minőséget tudja eladni. A másik pedig, hogy olyan körülmények között történik a szállítás, ami egy semmivel sem rosszabb, mint ahogy bárki szállítaná, akár itthon is a kutyát, macskát, vagy bármilyen kis állatot, vagy a későbbiekben, amilyen körülmények között tartják, azok is minimálisan ugyanolyanok, mint nálunk, vagy inkább sokkal jobbak. Most a származási lap hiányában csak az eladónak a jó hiszeműségére és az önök szakmai tapasztalatára épül az, hogy az a kutyafajta tiszta? Hát ez gyakorlatilag most csak a szakmai tapasztalaton múlik, hogy
kinek milyen szeme van, és az alapján tudja megállapítani, hogy az a kutya a fajtájának megfelelő jelleget mutat. És azon belül még, hogy egészségesen megfelelő szőrzete van, molhás, korpás, tehát ezt a vevő, illetve a vevővel együtt közösen döntjük el, illetve hát az állatorvos segítséget tudjuk kérni, hogyha szükség van. Gondolom, hogy ezek a kutyakölykök nem arra hivatottak, hogy egy rácsos szállító járműbe induljanak Európa valamennyi országába. Előző adásunkban foglalkoztunk már azzal, hogy kihez tartozik az állatvédelmi törvény betartatása. Üzenem azoknak, akik a múlt heti adásunkat nem látták, hogy ugyanazon minisztérium alá tartozik az állatvédelmi törvény betartatása, amely minisztérium szakhatósága kiadja az engedélyeket a legális kutyakereskedőknek. Vajon a bediktált csivava, bullterrier kutyakölyök, mire felnő, ugyanaz a fajta lesz? Tisztelt szakhatóság! Önök azt vallják, hogy az olasz kereskedőnek és a többi kereskedőnek a szállító járműve az EU-s előírásoknak megfelelő. A hatósági állatorvosok rendben találják-e szállítmányokat és útnak indítják. De vajon az elmúlt 10 év alatt önök, a szakhatóság, a minisztérium belegondolt-e abba, ellenőrizték-e azt, hogy ezek a kutyakölykök milyen körülmények között születnek? Ezekben a tömeggyárakban az anyakutyákat milyen körülmények között tartják? Segítünk most önöknek ebben felvilágosítást adni egy olyan illető megszólaltatásával, aki ismételten természetesen a témára való tekintettel nem vállalta arcát és hangját, de hogy mi az igazság, az bizony most el fogja önöknek mondani. Ez volt a kutyatelepem, ahol folytattam a kutyaszaporítást, hogyha ezt a szót lehet használni, de ezt a telepet már leépítettem. Most már kevés kutyám van. Régebben volt legalább 30 kutyám. Lehet, hogy talán még több is. Rengeteg szukakutyám, ott főleg szukakutyáim, volt egy jó pár kankutyám. És általában az olaszoknak adtam el a kutyákat. Ők voltak az átvevők, általában olaszok, spanyolok, inkább az olaszok, azok nagyon vitték. Ez úgy működött, hogy nem egy-két kutyáért jöttek be, hanem megvásárolták az egész almokat. Mondtak egy fix árat, és elvitték az összes kutyát, amire megrendelés volt. Ezt kb. 10 éve csinálom, legalább 10 éve ebből élek. Nagyon jó bevételeket lehetett keresni vele. Ez most is így van. Nekem már egy olyan kapcsolatrendszerem alakult ki a 10-12 év során, hogy leadják nekem a megrendelést, meg az olaszokkal azért tartom a kapcsolatot, leadják a megrendelést, és szólnak, hogy mit tudom én, jövő hétre kéne 3 csivava, 5 yorkie. Most csak mondtam egy példát, járom az országot interneten keresztül, keresem az eladó kutyákat, és én már konkrétan megveszem a kölyök kutyákat, tehát azért építettem le én ezt a kutyaállományomat. Sok gond volt vele, időm, nagyon sok időmet elvitte, és mondom, olyan kapcsolatrendszerem van már, hogy már csak a kölyök kutyákat megveszem, abból is azért tudok alkudni, képbe vagyok, nem most kezdtem, és azért nagyon szép pénzeket tudok fogni a kutyákon. Tehát begyűjtöm a kölyök kutyákat, amennyi kell, jön az olasz, találkozunk, van egy fix időpont, leszállítom a kutyákat, ő adja a pénzt. Általában azért már nincs ismernek engem, előre oda szokták adni a pénzt, tehát ezzel nincsen probléma. Ezek a szaporítók azért
elég rossz körülmények között tartják a kutyákat. Volt olyan verzió, tehát azért még a mai napig találkozok ilyennel, hogy ilyen pincékből hozzák elő, meg ilyen szó szerint ilyen bunkerekből előjön az ember a kutyákkal. Elég sűrűn elég rossz állapotban vannak, nincsenek megfürdetve, le vannak úgy soványodva. Van az embernél 50-80-100 kutya is néha. Tehát ezt tetetni, meg odafigyelni rájuk igazából nem is nagyon lehet, de nem is nagyon érdekli őket. Tehát az a lényeg, hogy elvigyem a kutyákat, onnantól kezdve kifizetem a pénzt, nem érdekli őket, hogy mi lesz a további sorsuk. Ez úgy szokott működni, hogy itt nincsen törzskönyv. Konkrétan odadom a kutyát, az átvevő elviszi, onnantól kezdve engem sem nagyon érdekel a dolog, hogy kifizették a kutyákat. Jön a következő turnusba. 8-10-15 kutyákat azért el szoktak vinni egy héten, attól függ. Volt az is, hogy volt olyan verzés, hogy többet is, változó. Én konkrétan ebből nagyon jól élek. Most nem azt mondom, hogy milliókat keresek vele havonta, de azért volt már olyan is, hogy 7 számjegy összegem volt belőle havonta, de nagyon szép pénzt tudok vele keresni. De egyébként nem egy olyan nagyon könnyű szakma ez, mert aki mostanában kezdő vagy ügyetlen, hozzá nincs kapcsolatrendszere, ez az alapja, hogy legyen egy stabil kapcsolatrendszer az embernek. Vannak olyan verziók, hogy a kutya az rajta marad, tehát nem viszik el, túl sok kiskutya van nála, az átvevő máshova megy inkább. Olyan is előfordult, hogy nem is nagyon hallottak az emberről, pár kutyát el tudott adni, utána szó szerint gyártotta a kutyákat, de igazából már ő se tudta, hogy kinek. Az a probléma ezzel, hogy a kutyák, amikor az emberen maradnak, akkor nem tud velük mit kezdeni. Volt olyan is, hogy az emberke nem ment vissza a telepre, rajta maradt a kutya, 2-3 hét múlva, lehet, hogy egy hónap múlva visszament, kutyák nem tudtak elni, megdöglöttek, odaért, tetemeket behúzták, bezsákolták, vagy elásták egyszerűen a földbe. Volt, aki leoltotta őket, attól függ, hogy mi a szituáció. Ez talán egy ilyen humánusabb verzió, hogyha az ember leoltja a kutyákat, mint hogy hagyná őket ilyen dögleni. Van-e olyan betekintése, személyiségű jogok, minden átgondolva, hogy mondjuk két utcával mondjuk innen önöktől mondjuk van egy ház, és ott van egy 15-20 kiskutya, amit nem ugatnak, szomszéd jó, gyakorlatilag most én gondolok a szaporítókra. Fel lehet ezt térképezni, hogy vajon hol vannak ilyen szaporító telepek? Tehát azt kérdezi, hogy hivatalosan tudomásunkra juthat ez a dolog, ami esetleg önmaga után vonja az eljárást? Igen. Hát, ilyenre még nem volt példa. Nem is tudom azt megmondani, hogy Üllőn létezik-e olyan szaporító, aki akár főtevékenységként végzi ezt a tevékenységet. De ennek alapján mondjuk Üllőn kivédi az állatok érdekeit? Tudom, hogy kemény kérdés. Igen, kemény kérdés. Tehát azt kell mondani, hogy kapacitás hiány és tulajdonképpen szakértelem hiány, hiszen a hivatalnokok nem értenek az állattartáshoz, állatvédelmi ügyekhez. Ezek hiány általános, generális ellenőrzés nincsen, nem létezik. Csak akkor bukik ki egy-egy ügy, akkor derül ki egy-egy probléma, ha ezt a lakókörnyezetből valaki jelzi nekünk. Évvel ezelőtt és napjainkban is az állam egy 110 éve működő civil egyesületet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületét és annak tagságát tette felelőssé a szaporításért és a kutyakereskedelemért. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének fajta nemesítőit, európai és világhírű kutyatenyésztőit a közvélemény előtt összemosták e-szaporítókkal. Erre hivatkozva a Földművelősügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10 évvel ezelőtt egy rendeletet alkotott. Állami irányítás alá kívánták vonni a kutyatenyésztést.
a rendelet megalkotásakor fennen hangon hirdették, hogy ezzel a rendelettel megszüntetik a szaporítókat, megszüntetik a kutyagyárakat Magyarországon. A témához kapcsolódóan végezetül hagy idézzek dr. Szabó Máté, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentéséből, mely 2007. december 17-én készült. Megállapítottam, hogy az állattenyésztés magyar szabályozása az európai országokéhoz képest egyedülállóan kiterjed a fajtatiszta ebek tenyésztésére is. A jogalkotó nem volt figyelemmel arra, hogy a fajtatiszta ebek tenyésztői, amennyiben gazdasági haszonnal járna is a tevékenységük, alapvetően eltérő helyzetben vannak a haszonállattartókhoz képest. Nincs tudomásom arról, hogy jelenleg Magyarországon a fajtatiszta ebeket fogyasztási vagy élelmiszeripari, illetve feldolgozó ipari hasznosítás céljával tenyésztenék, vagyis nincs például húskutya tenyésztés. Megjegyzem, hogy az ebtenyésztőkkel homogén csoportot alkothatnának például a macska tenyésztők, akikre a hatályos tenyésztési szabályok azonban nem terjednek ki. A fajtatiszta ebek tenyésztését szemben a haszonállat tenyésztéssel olyan kérdésnek tartom, amely hasonlóan az európai államok gyakorlatához nem igényel állami tenyésztési szabályozást. Felkívánom hívni a figyelmet arra, hogy a fajtatiszta ebek tenyésztésével kapcsolatban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletének hatályba lépése óta is rendszeresen aggasztó hírek látnak napvilágot, amelyek szerint változatlan működnek az úgynevezett kutyagyárak, ahol az alapvető állatvédelmi és állategészségügyi szabályok megsértésével nem a szó hagyományos értelmében vett ebtenyésztés, hanem nagyüzemi szaporítás folyik. Megjegyzem, hogy még ha alkotmányosan indokolható, szükséges is lenne a fajtatiszta ebek tenyésztésének állami szabályozása, kimondható, hogy a hatályos tenyésztési szabályozás alkalmatlan a kutyagyárak és a tömeges illegális kutyaexport visszaszorítására. Hallhatták az ombudsmannak a jelentését az FIM 64-es rendelettel kapcsolatban. Jövő héten megszólaltatjuk Magyarország neves tenyésztőit, hogy mi a 64-es FIM rendeletről az ő véleményük.